Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket a webjesiva.org immáron harmadik olyan előadás sorozatán, amit szerencsém van tartani, és ez a harmadik sorozat a zsidóság alapjai tarlaja, aminek az egyik legfontosabb eleme az, hogy olyan témakörökkel próbálunk foglalkozni, amik alapvetőek, és mégis valahogyan bizonyos szinten hiányoznak azok az ismeretek, hogy hogyan is viszonyunk ezekhez a dolgokhoz, és a mai előadásnak a tartalma pedig a rabbinikus irodalom, illetve hogyan is épül fel a halakha, hogyan jutunk el a Tóra szövegétől a gyakorlati alkalmazásig. Ha megengeditek, akkor megosztom veletek a képernyőn a prezentációt. Ezt, hogyha remélem, hogy látjátok. A zsidó vallási irodalomról fogunk akkor beszélni, a Bikur Cholim micváján keresztül. A micva azt jelenti, hogy parancsolat, illetve olyan törvénykezés, amit nekünk be kell tartani, és a választásról ma este erre a témakörre esett, a Bikur Cholim, hogyha valaki szépen tud héberül, azt jelenti, hogy a betegek meglátogatása. A betegek meglátogatása első ránézésre nem úgy tűnik, mintha valami olyan, ami a Tórában direkt olvasnánk, hogy már pedig az örökkévaló megparancsolja nektek, hogy látogassátok meg a betegeket. Éppen ezért talán ez egy jó téma, hogy megnézni, hogy pontosan mi az a forrás, amire a rabbik későbbi generációban építettek, illetve megértették ezekből a sorok közötti részekből, hogy bizony itt egy nagyon-nagyon komoly kötelességről és egy komoly jó cselekedetről van szó. Megpróbálom neked megmutatni azt, hogy hogyan jutunk el a Tanakh szövegétől, Mózes 5 könyvétől, illetve a bibliai szövegektől egészen napjainkig a gyakorlati alkalmazásban, Shulchan Aruchig, és még azon is tovább, hogy láthassátok, hogy a mai napig a halakha és a zsidó vallási irodalom dinamikusan fejlődik, a zsidó vallási irodalom egyre növekszik, és egyre újabb kérdések merülnek fel, egyre izgalmasabb kérdések merülnek fel, és nagyon-nagyon meglepő módon, és szinte inspiráló módon arra azt látjuk, hogy még olyan kérdésekre is, amik szinte fel sem merülhettek volna egy normál emberben 1800-2000 évvel ezelőtt, amikor a Talmud íródott. Mégis látjuk, hogy a bölcsek olyan analógiákat, olyan dolgokat hagytak nekünk hátra, olyan információkat, amivel képesek vagyunk összetenni, hogy pontosan ma egy új szituációban mit is kéne csinálni. Hogyan fejlődik a halakha? Hogyan épül fel a halakha? Milyen lépcsőkön keresztül jutunk el a gyakorlati alkalmazásokhoz? Az első és a legfontosabb, ez természetesen a bibliai forrás. Mózes 5 könyvére fókuszálunk leginkább. A prófétai könyvek, illetve a hagiografák, tehát csak egy gyors áttekintés, a zsidó biblia, a zsidó szentírás három nagy része tagolódik: a Tanakh, Tóra, Neviim, prófétai könyvek, illetve a Ketuvim, az egyéb iratok. Összesen 24 könyvet tartalmaz, ennek a felosztása egy kicsit más, mint amit ahogy az ember egy normál bibliát kinyitna, de alapvetően ezek a források. Ezen belül is természetesen a fő forrás és a fő szerepet a Mózes 5 könyve játsza, a Tóra, illetve annak az értelmezése. Általában a legtöbb explicit, kimondott törvénykezést Mózes könyvében találjuk. Minden, ami erre épül, az később jön, illetve néha az egyéb iratokból, illetve a prófétai könyvekből utalásokat tanulhatunk, amikből ki tudunk bizonyos dolgokat következtetni. Ezeknek nagy része nincsen olyan szinten, mint a tórai törvénykezés, de ugyanolyan aktuális a napjainkban is. A bibliai források után jön a második lépcső, ez pedig a talmudi analízis. A Talmudról csak nagyon-nagyon röviden, a Talmud az a szóbeli tannak az első írott verziója. A
csak kicsit szemléltetni, hogy miért is van szükségünk arra, hogy legyen szóbeli irodalmunk, és nem elég, hogy írásos emlékeink vannak. Erre az egyik talmudi történet az, ami leginkább rávilágít, hogy pontosan miről is van szó, ez pedig a Sabbat traktátusnak a 31. oldalán található, amikor is egy betérni kívánó személy, egy nem zsidó, oda jön Sammai rabbihoz, és azt kérdezi tőle, hogy betérhet-e a zsidóságba, de van egy feltétele. Ez a feltétel pedig az, hogy ő bizony nem hajlandó elfogadni azt, hogy létezik olyasmi, mint a szóbeli tan, a szóbeli tóra. Ami le van írva, az kész, és teljesen tiszta, de ami szóban kerül hozzá, én abban nem tudok hinni, ezt mondja ez az ember Sammainak. Sammai pedig azt mondja, hát akkor bizony itt nem beszéltünk semmiféle lehetőségről azzal kapcsolatban, hogy te betérj a zsidóságba, és a szó legszorosabb értelmében a kezében lévő bottal az illetőt elhajtja. Az illető nem adja föl, és oda megy a kornak egy másik rabbinikus szaktekintélyhez, ez pedig Hillel rabbi volt. Megkérdezi egy Hilleltől, hogy betérhetek a zsidóságba, de a feltételem az, hogy csak is kizárólag az írásbeli tant tanítod meg nekem, a szóbeli tanban nem tudok hinni, egyszerűen nem hiszem el, hogy isteni eredetű. Hogyan reagál erre Hillel? Hillel azt mondja, hogy semmi baj, felveszünk téged a zsidóságba, és akkor ugorjunk a közepébe bele, ha meg akarod tanulni az író tant, mit kell hozzá először tudni? Olvasni. És megtanítja neki a héber ABC-t, az Aleph Bétet. Ez egy Aleph, ez egy Bét, és a többi, és a többi. Másnap az illető visszajön, és a Talmud szerint Hillel megfordította neki. Mit fordított meg? Egyszerűen azt mondta, hogy az Aleph, ez nem egy Aleph, hanem egy Tav, ez egy másik betű. A Bétre ez nem Bét, hanem ez egy Sin, ez egy másik betű. Az illető meglepődve kérdi Hillelt, Ácsi, Ácsi, tegnap nem ezt tanítottam neked. Hillel erre úgy válaszol, látod? Tegnap elhitted nekem, amit mondtam neked. Pontosan ugyanígy hihetsz a szóbeli tanban is. Amire Hillel rá akart világítani ezzel a történettel, hogy az igazta világon nem létezik egy olyan ember se, aki a saját magától tanult volna megírni és olvasni. Mindenfajta olvasott szöveghez, mindenfajta szöveghez szükség van kimondott szóra, szóbeli tanra. Miért? Gondoljatok bele, hogy onnan tudjátok, hogy egy vonal, aminek két hasa van jobbra-fele, azt úgy olvassuk ki, hogy egy B hangzó. Onnan tudjuk, hogy nekünk ezt valaki gyerekkorunkban megmutatta, és kimondta azt, hogy ehhez a betűhöz a B hang társítható. Valakik nekünk gyerekkorunkban megtanítottak arra, hogy milyen szimbólumokhoz, milyen hangok társíthatóak, azaz kaptunk egy szóbeli tant a mi írásrendszerünkhöz. A tórai szövegnél egy kicsit komplikáltabb, ugyanis a szöveg önmaga, hogyha megnézitek ezeket a képen a bibliai forrást, látjátok talán, hogy egy kicsit jobban ráfokuszáltok a képernyőre, hogy a héber szövegben nincsenek magánhangzók, nincsenek mondatjelek. A szövegnek az értelmezése önmagában, anélkül, hogy valaki megmutatna, hogy így kell ezeket a szavakat vokalizálni, ezek a megfelelő magánhangzók az adott szóban, a szöveg egyszerűen nem értelmezhető. Talán erre egy nagyon jó példa, talán jártatok már Rómában. Róma városában van egy templom, amiben Michelangelo-nak a híres Mózes szobra áll. És ez a Mózes szobor abban különleges, hogy ahogy ugye ez a nagyon szépen kimunkált alak, ami, aki a, két tó, a törvény két tábláját tartja, és közben kicsi szarvai vannak. Hogy kerülnek Mózes homlokára szarvak? A válasz az pedig az, hogy egy hibás fordítás eredménye. A hibás fordítás Jeromos, aki az első latin fordítását készítette a Bibliának, időszámításunk szerint második században, kb. 1800 évvel ezelőtt, egy Mózes második könyvében található részt a következőképpen fordított le. A szöveg azt mondja eredetileg, hogy ahogy mikor lejön Mózes a hegyről, Sinai hegyéről, ki karán or pene Mose. Mózes arca sugárzott fénytől, fénytől sugárzott. A probléma abban jelentkezik, hogy az a szó, hogy karán, ugyanazok a más hangzók, a kuf, res és nun,
úgy is vokalizálható, hogy keren. A keren szó azt jelenti, hogy szar. A jeromosi fordítás, a vulgátában, a latin nyelvű fordításban pedig úgy jelent meg, hogy Mózesnek fényszarvai nőttek. Nem úgy, hogy fénytől sugárzott az arca. Miért? Mert egyszerűen nem a helyes szóbeli hagyományt alkalmazta, hogy azoknál a máshangzóknál milyen szóbeli hagyományon átadott magánhangzók társulnak. Ezért nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy nálunk a zsidó vallásban az írott és a kimondott szónak a kapcsolata nem csak nem alá és felé rendelt viszonyról, hanem kettő teljes mértékben paralel, párhuzamosan létező egységről beszélünk, ami egymás nélkül nem képes létezni. Tehát a tórai szöveg és a szóbeli tan a kettő egymás nélkül nem tud létezni. Egészen időszámításunk szerint második századig a Talmud nem is volt leírható, viszont amikor a római birodalom alatt a zsidó szellemi elit, tehát elősen megtizedelték, ekkor a rabik úgy döntöttek, hogy az addig kifejezetten és kizárólag csak szóban létező tan, ami nem írható le, egy más időszak lépett életbe, amikor bizony arra van szükségünk, hogy ezeket leírjuk, különben elfelejtődnek, és innen jött a talmudi irodalomnak az első lépése, ez pedig a Misna. A Misnát második században Rabbi Yehuda HaNasi írta le, gyűjtötte össze, ezeket úgy kell elképzelnetek, mint hogyha apró rigmusokat, apró ilyen kis négy soros, kettő, három, négy soros versikéket, az egész világ, az egész országban mindenki ezeket ismételgeti, viszont ezek a versikék nem csak simán versikék, amiket az ember énekel, hanem olyan gyakorlatilag jogi szövegek, amiket az embereknek megpróbálnak bedésni a fejébe azáltal, hogy rigmusonként éneklik. Mikor Rabbi Yehuda HaNasinak az ideje jött, akkor ő ezeket a versikéket összegyűjtötte, de nem az összeset, hanem egy válogatást. A válogatást azért úgy hozta össze, hogy abban minden olyan információ benne legyen, vagy explicit, vagy implicit módon, amiből az összes többi kikövetkeztethető. Például Hanukának a törvényéről nem nagyon fogtok misnát tanulni. Találni egyszerűen nem létezik, egy-két kivétellel a polgárjogi részekről beszélő szövegekben, a polgárjogi részekről szóló szövegekben azt találjuk, hogyha egy teve megvan rakva gyapjúval, vagy vászonnal, és elhalad egy bolt előtt, és a boltban ég egy gyertya, és ez a gyertya meggyújtja a gyapjút, és a gyapjú véget leérzi az egész város. Kinek a gazdája tehető felelőssé a városban okozott károkért? Ha amennyiben a gyertya a bolton belül volt, akkor értelemszerűen a tevének a tulajdonosa az, aki itt a hunyó, és az ő felelősség a károkat kifizetni. Amennyiben a gyertya a bolt előtt volt, és nem a gyapjú lógott be a boltba, és így gyulladt meg, ebben az esetben a bolt tulajdonosa az, aki köteles a károkat megtéríteni. Mi van akkor, ha ez viszont Hanukakor történt, amikor is micva kötelesség, ez egy vallási kötelezettség, gyertyafénnyel hirdetni az ünnepet a ház előtt, a misnának a válasz, hogy ebben az esetben a bolt tulajdonosa mentesül az okozott károk alól. Ez az egyetlen olyan forrás, ami megmutatja nekünk, hogy gyertya Hanukakor az egy micva, az egy kötelesség. De a misna szövege nem beszél. Nagyon érdekes teóriák vannak, hogy miért még a Hatam Sofer, nagy pozsonyi rabbi a 19. századból, a Moshe Schreiber, őnek is van egy nagyon-nagyon érdekes teóriája az, hogy miért is nem vette ezt Rabbi Yehuda HaNasi bele akár egy önálló traktátusként a misnába. A misnát egyébként hat
nagy témakörre osztotta fel Rabbi Yehuda Hanasi, és ezek összesen 60 traktátusra, nem pont 10-10-10 mindegyik, mindegyik rend a hat rendből, de összesen 60 traktátusra osztott fel. Ez később a mai rendszerben, amit ma a Talmudban használunk, egy-két traktátus további altraktátusokra lett felbontva, és ezeket a mai napig így használtak összesen, hogyha ma egy bibliai, vagy talmudi összefoglalást akartok, akkor 63 traktátusról kell, hogy összefoglaljuk. A lényeg, hogy a Talmud az, ami nekünk valami értelmezi a szöveget, és megmutatja az apró nüanszokat, az apró olyan kicsi réseket a szövegben, amik számunkra egyszerűen elengedhetetlen ahhoz, hogy rendesen megértsük a bibliai szövegek mögött létező törvénykezést. Mi következik a Talmudi analízis után? A Rishonim magyarázatai. Akit ott a képen látok, ez egy kép valószínűleg majmoni részről. A Rishonim szó azt jelenti, hogy korai magyarázat. A szó szerint azt jelenti, hogy az elsők. A Talmud lezárása után következő időszak, körülbelül az időszámításunk szerint 6. századtól, cirka a 9-10. századig, a 16. századig, körülbelül 1000 évet felüli időszak, ennek a kornak a rabjait hívjuk úgy Rishonim, az elsők. Ők főleg azzal foglalkoztak, hogy a talmudi forrásokat kommentálják, tisztázzák azokat a talmudi szövegeket, amik számunkra nem teljesen érthetőek, és ezekben megmutatni, hogy hol a halacha, de egészen Maimonides koráig, a 12. századig nem létezett egy olyan rendszere a halachának, egy olyan kódex, ami kifejezetten a törvénykezést hozná elő a Talmudból. A Talmudról annyit kell még tudni, hogy ez alapvetően inkább egy jegyzőkönyvszerű írás, 2711 fóliáson, dupla oldalon keresztül, ami nem feltétlenül sorra nem van, gyakran szabad asszociációs rendszerben követik a témák egymást, és nem feltétlenül olyan logikai sorrendben, mint ahogy azt mi gondolnánk. Ezért volt szükség arra, hogy a Rishonim, a korai magyarázók idején létrehozzanak egy kódexet, ez történt a 12. században, azon majd rá egy évszázadra, a 13. században Rabbi Jakob ben Asher, az egyik nagy németországi halachistának a fia, aki már Franciaországban, Spanyolországban élt, ő az, aki létrehozta az Arbat Urimot, a négy sort, azt a négyes rendszert, ami egyébként a mai napig a gyakorlati halachában, a napjainkban használatos halachának az alapja lett. A 16. században jött el az igazából a nagy változás, ez pedig az acharonim törvénykezés. Az acharonim szó szerint azt jelenti, hogy az utolsók, vagy a legutolsók. A két képen látható rabbi, akit ott látok, az egyiket úgy hívják bal oldalon, Rabbi Yosef Karo, aki a Shulchan Aruchnak az írója, tőle pedig jobbra a Rabbi Moshe Iserlis, krakói rabbi, ők mind a ketten a 16. században éltek, és akkor alkottak, és ők voltak azok, akik ketten együtt, pontosabban Rabbi Yosef Karo megírta a Shulchan Aruchot, a halachának a ma ma is használatos kódexét, amihez Rabbi Moshe Iserlis egy kiegészítést írt, ami a Sfaradi hagyományokhoz, ugye Rabbi Yosef Karo Törökországból költözött Szfát városába, Észak-Izraelbe, és alapvetően a keleti közösségeknek a hagyományait folytatta. Ezzel szemben valakinek szüksége volt arra, hogy az európai, áskenázi közösségekre is megfelelő törvénykezéseket mutasson be a könyvében, és ez volt Rabbi Moshe Iserlisnek a kiegészítése is Shulchanoknak. Ez a kettő együtt, ezek az alapkönyv, a Shulchanok, illetve a hozzátartozó kiegészítések, ez az alapkönyv, amit a mai napig is, hogyha valaki rabbinak készül, vagy halachát akar tanulni, mindenképpen ezeket meg kell tanulnia, illetve meg kell érteni, hogy ez a két rabbi hogyan jutott el ezekhez a döntvényekig. Itt még ez a
ez az időszaka az Acharonimnak a törvénykezései, és innentől kezdve már gyakorlatilag évszázadonként jelent meg egy nagyobb könyv, ami újra kodifikált valamit. Szeretnék nektek még bemutatni egy fogalmat, hogy ez, amit a következő órában használni szeretnék, és ez pedig az, hogy paradigma. A paradigma egy nagyon-nagyon szép görög eredeti szó, ami talán úgy tudok szépen megfogalmazni, hogy egy olyan elv, egy olyan ismeretanyag, ami egy adott időszakban domináns, és ezek a paradigmák változhatnak. Hagyj mondjak egy példát a természettudományokból. Egészen Newton idejéig a gravitáció fogalma nem létezett. Mikor Newton megírta az ő könyveit, és összefoglalta azokat a fizikai ismereteket, amikkel ő rendelkezett, egy új paradigma, egy új elvrendszer lépett életbe, ami már más fizikai törvényeket használt ahhoz, hogy a valóságot leírja. Mikor viszont az elmúlt évszázadban, az 20. században megjelent Albert Einstein, aki megfogalmazta a relativitás elméletét, ami gyakorlatilag újraírta a newtoni fizikát, illetve korrigálta azt, az egy megint egy újabb paradigma. A paradigma azt jelenti, hogy egy adott korban bizonyos dolgok lehetségesek, viszont ha elértünk egy időpontot, akkor egy változás, és jön a következő generáció, ami már csak is kizárólag az előző kornak a vívmányaira építhet. Hagy mondjak egy példát erre, szintén a talmudi időkből. Biztos ilyen ismert számotokra, hogy ha valaki kósert tart, akkor nem ehet húsost és tejest együtt. A kérdés az, hogy a Tóra, amikor megtiltja a húsos és a teljesnek az együtt való fogyasztását, akkor kifejezetten nagy állatokról beszél, nagy házi állatokról, és nem szárnyasokról. Tehát például a csirkehúsnak a tejjel vagy sajttal való fogyasztása a tórai szöveg szerint rendben lenne. A Talmud időkben olvassuk, hogy ekkor jött az idő, pontosabban a Talmud első részében, a Misna időkben, illetve az a rész, amikor az a rabbinikus tiltás, hogy nem eszünk szárnyas hús sem teljesen, akkor még nem volt teljesen elfogadott. Voltak olyan helyek, például Rabbi Yossi, a Glininek a városa, ahol bizony csirkehúst sajttal vagy tejtermékekkel együttre fogyasztottak. Viszont jött egy paradigmaváltás. A paradigmaváltás pedig az, hogy egy rabbinikus törvénykezést mondjuk úgy, hogy a világ egészen elfogadott, és innentől kezdve tudjuk, hogy, nem a, túra, hogy a túra nem így törvénykezik, hanem rabbinikusan így a rabbik hozták ezeket a döntvényeket, de mégis az egész világ elfogadja, és jön egy paradigmaváltás. Bizonyos kérdéskörökben lehetséges, hogy rabbik nincsenek egyetértésben, és külön véleményük van. Viszont amikor eljön egy paradigmaváltás, akkor ezek a véleménykülönbségek már csak teoretikusak maradnak, és a gyakorlatban nem alkalmazható. Tehát csak azért, mert én tudom, hogy annak idején, 1800 évvel ezelőtt volt egy olyan város, ahol csirkét ettek sajttal, ez nem adja meg nekem azt a jogot, hogy én a mai nap, a 21. században, 2018-ban, itt Lipcsében ezt a szabályt visszahozzam, mert ezen már túlléptünk, egy új paradigmában élünk. Általában a nagyobb könyveknek a megjelenése az mindig egy paradigmához köthető. Tehát a Biblia megjelenése, maga a Biblia lezárása, a Tanaknak a lezárása, a Misnának a megjelenése, a talmudi analízisnek a Misnára, amit Gemárának hívunk. Tehát ez a második században, később az 5. században, amikor a Talmudot lezárták. Utána a Maimonidesnek a kódexe, ez az 1100-as évek végefele. Ezek mind mérföldkövek voltak, és mind egy-egy paradigmaváltáshoz vezetett. És ugyanígy jöttünk a Shulchan Aruchhoz is, ami 16. században Rabbi Yosef Karo és Rabbi Moshe Iseles művei alapján megint csak egy új paradigmát hoztak a zsidó vallási irodalomba. Mi a következő lépés? Mi történt azóta? Bizony, szükségünk van ezeknek a szabályoknak a modern alkalmazása. Itt a képen három olyan rabbit láthattok, akik az elmúlt évszázadban, illetve egyik közülük, aki még most is nagyon aktívan új döntvényekben, illetve új kérdéskörökben kompetens. Bal oldalon látjátok a három rabbi közülre Moshe Feinsteint, aki a 20. századnak talán a legnagyobb amerikai
alakja volt a rabbinikus irodalomban. Jobb oldalon Rav Ovadja Jósefet látja, aki a szfáradi világnak az egyik legnagyobb halachikus döntvényhozója volt az elmúlt évszázadban. Középen lent pedig Rabbi Asher Weiss, aki a mai napig is egy fiatal ember, Jeruzsálemben él, és nagyon-nagyon elfogadott döntvényhozó különböző területeken, a mai napig jár az Egyesült Államokban, ott is különböző kérdésekben paskenolni, kérdéseket megválaszolni. Tehát nagyjából ez az öt lépcső, ahogyan a halacha a napjainkig eljut. A bibliai forrástól, a talmudi analízisen, a visoni magyarázatai alapján, az ahrani törvénykezései alapján, egészen a mai modern alkalmazásig. És akkor most nézzük meg egy példát erre, és ez pedig a Bikur Cholim. A Bikur Cholim még egyszer a betegeknek a meglátogatása. Hol olvasunk a Tórában bármit arról, hogy a betegeket meg kell látogatni? Az első forrás, igazából két olyan forrás, ami egyáltalán nem explicit, egyáltalán nem tiszta számunkra. Acharei Hashem Elokeichem Telechu, az örökkévalót isteneteket kövessétek, ve otto tirau, őt féljétek, ve et mitzvotav tismoru, uv kolot tismau, az ő parancsolatait őrizzétek, ráhallgassatok, ve otto távodu, és őt szolgáljatok, uvo titbakun, és ragaszkodjatok hozzá. Ebből az első négy szó, ami a legfontosabb, az örökkévaló isteneteket kövessétek. Még egy forrás, szintén Mózes 5. könyvében, Jekim Hashem lo le'am kadosh, az örökkévaló szenné tévé tesz, kasher nisbálach, ahogyan megfogadta neked, második szemében, bocsánat, rossz a fordítás, nem nektek, hanem neked. Kitismor et mitzvot, Hashem elokecha, ha megőrzöd az örökkévaló istenetek parancsolatait, Vehallachta bidrachad, és az utolsó külön rész, az egy imperatívus, felszólító módban, járj az ő útján. Ez a két fontos rész, amin a Talmud lovagolni fog. Mit jelent az, hogy az örökkévaló isteneteket kövessétek? Járj az örökkévaló útján. Először is számunkra, embereknek ez nem nagyon értelmezhető. Mit jelent az örökkévaló útján járni? Itt jön a talmudi analízis a következő lépcsőben. Ha nem haragszatok, fel fogom olvasni a héber részt is. Amar Rabbi Hama azt mondta, Rabbi Hama Bar Hanina mondta, Yom shelishi lemilato haya, uva hakadosh baruch hu lishol bishlomo. Ez a rész a Ba Metzia traktátus 86. fóliásának a második oldalán, B oldalán található, és ez a rész, amit egyébként pirosan megvan jelölve a talmudi oldalon, azzal a résszel foglalkozik Mózes 5 könyvéből, amikor a három angyal a Vajéra heti szakasznak az elején meglátogatja Ábrahámot, aki éppen a sátra előtt ül. És hogyha megnézitek a szöveget Mózes 5 könyvében, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy minden egyes szövegrészt kifejezetten kontextusban kezeljük. Mikor ül Ábrahám a sátra előtt? Egy bekezdéssel a körülmetélése után. Amikor ő 99 évesen magára vette azt, hogy bizony 99 évesen ő saját magát körülmetélte. Ha 99 évesen az ember körülmetél magát, és utána a sátra előtt ül, akkor bizony nem a legjobb kondícióban lehet, csak próbáljátok meg elképzelni a helyzetet. Viszont ő ezt csinálta, és ott a Talmud ezt kérdezi, hogy miért jöttek ezek az angyalok, akik később angyalként ugye azt az üzenetet hozták el, hogy egy év múlva Ábrahámnak fia fog születni, akit Izsáknak nevezzen el. Miért jöttek hozzá az angyalok? Nem csak a hír miatt, és ezt mondta Rabbi Hama, ezt más helyekről tanuljuk, hogy a harmadik nap a körülmetélés után az a legnagyobb fájdalom, hogyha valaki felnőtt korban csinálja ezt a műtétet meg, és ebben az esetben pedig betegnek számít. Az örökkévaló pedig mit csinál a betegekkel? Eljött megkérdezni, hogy hogy van. Az jó léte felől érdeklődni, ez a Bikur Cholim. És a Talmud megy, egy lépéssel tovább megy,
a Sota traktátusban. És Rabbi Chama még azt is mondta. Majd dichtív achalja sem elokéhem télichu. Mit jelent az, hogy járj az örökkévaló istenetek útján? De hi, ez se ló le Adam leállach achal se hina. Az embernek lehetséges az örökkévaló jelenlétét fizikailag követni. Természetesen nem. Ela, akkor, ez, akkor viszont mi a válasz? Leállach achal midottáv. Az embernek követnie kell az örökkévalót az ő tulajdonságaiban. Ahogy ő meglátogatja a beteget. Bikuch, máhu bikuch holin, dichtív vajera elav hasem beilonim amre. Ahogyan olvassuk, hogy, hogy az örökkévaló megjelent Ábrahámnak, elonim amre, mamre völgyében. Af ata bakér holin. Pontosan ezt kell neked is követni, és neked is meg kell látogatni a betegeket. Tehát még egyszer, a talmudi analízis több helyet tesz össze. Az egyik ez a két furcsa parancsolat, ami még egyszer nem értelmezhető fizikai valóságban, hogy az örökkévalót követni, az ő útján járni, ez szinte lehetetlen. Hogyan tudjuk kikövetkezni, hogy mit csináljunk? Követnünk kell abban, amit az örökkévaló csinál. Mit csinál? Többek között, ahogy ő is meglátogatta a beteg Ábrahámot, így nekünk is kötelességünk az örökkévalót követni, és nekünk is meg kell látogatni a betegeket. A talmudi analízis még egy lépcsővel tovább megy, ahol már készpénznek veszi, hogy itt nincs is arról kérdés, hogy az embernek a betegeket meg kell látogatnia. Rabbi Akiva azt tanította, aki nem látogatja meg a betegeket, az olyan, mint aki vértont. Itt már egy lépéssel radikálisabbá válik a talmudi hang, nem? Itt már nem csak azt mondja, hogy itt valami nem szép dolog történik, hanem gyakorlatilag, hogyha valaki nem hajlandó a betegeket meglátogatni, akkor aktívan az életére, aktív vérontás. Miért? Amikor Rabdimi jött, igen, ez egy randimiért. Ez a szó szerinti fordítás a talmudi oldalról. Tudnotok kell, hogy ez sajnos egy órában még ez sem fér bele. De a talmudi irodalom két fő központban fejlőd. Az egyik az úgynevezett babiloni talmud, amit természetesen Babilóniában, a mai Irak területén írtak a rabbik, illetve az ott diskutált, ott megbeszélt témaköröknek a jegyzőkönyveit tartalmazza. Egy másik, ami az Izraelben élő, Izrael földjén élő rabbiknak a döntvényeit, illetve az ő diskurzusait rögzítette, ez az úgynevezett jeruzsálemi talmud, héberül úgynevezett talmud jeruzsálemi, a tudomány általában palesztinai talmudnak nevezi, természetesen ez nem a héber, nem a héber, hanem a Talmud jeruzsálemi, tehát a héberben van babilóniai és jeruzsálemi talmud. Az időszak, ez még egyszer a második századnak, a harmadik századnak az eleje, illetve az ötödik századnak a vége, körülbelül 300 év, ebben az időszakban az exchange, a rabbi közötti és információváltás eléggé gyakori volt, és ez utazókon keresztül történt. Akkor természetesen nem volt olyan posta, mint ami ma létezik, illetve nem volt internet. Éppen ezért sok rabbi vette azt magára, hogy Babilóniából elutazik Izraelbe, és onnan visszajön. Egyik ilyen rabbi volt Ravdini. Ravdini volt az egyik olyan rabbi volt, aki Babilóniában élt, elment Izraelbe, ott töltött heteket, hónapokat, amikor is a tanulmányait továbbfejlesztette, másoktól tanult, illetve ezeket az információkat ő visszahozta, és ekkor mondja a babilóni tanú, amikor Rabdini jött, azaz visszatért Izraelből, akkor egy Izraelben élő rabbinak a tanításait adta át, és azt mondta, aki egy beteget meglátogat, meghosszabbítja az életét. Tehát itt már nem csak a negatív részről beszélünk, mint a Rabbi Akiva, aki azt mondta, hogy ha nem látogat meg valaki egy beteget, akkor vérét ontja.
aki egy beteget, aki viszont nem látogatja meg, az bizony a vérirtontja, az a halálát okozza. Még egyszer, mi ez az ellentét? Miért történt meg? Aki egy beteget meglátogat, az imádkozni fog érte. Aki pedig nem látogatja meg, nem fog érte imádkozni. Magyarul, hogyha valaki passzívan, egyszerűen nem fejleszti ki, vagy nem jut el arra az empátiás készségekre, hogy a betegekkel együttérzően tudjon, illetve tényleg átélve az ő problémáit és panaszait együtt tudjon vele érezni, az bizony nem fog az illetőért teljes szívvel imádkozni, amire az örökké való vágyna, hogy mi kérjük azt, hogy könnyörüljön meg az ő szolgáin az ő népén. Ez a talmudi analízis. És megyünk tovább a korai magyarázatokhoz, a korai rabbiknak, aki még egyszer itt azt írtam, hogy 1000-től 1500-as évig, nem a 6. századtól. Miért? Mert a 6-tól körülbelül a 10. századig ezek átmeneti időszakok voltak, amikor is voltak a gaonok, különböző rabbinikus iskolánk, illetve még a Babilóniában megmaradt Jesivának a vezetői. Ez egy átmeneti időszak volt, egy 500 éves átmeneti időszak, de ők is a Rishonimhoz tartoznak, ezen a szlájdon nem feltétlenül jól jelenik meg. Az első Rishon, akit idéznénk, az Rabbeinu Yitzchak ben Yosef Korbelből, ami Franciaországban van, aki egy összefoglaló könyvet írt, ennek a könyvnek az a neve, hogy Sefer Mitzvot Ketan, a kis micva gyűjtemény, ha ezt lehet így mondani, a micvák könyve, ahol ő végigmegy a 613 tórai törvényen, és ezeket gyakorlatban megmutatja, hogy hogyan működik. A 47. micva az ő olvasatában, a beteget megjelen meglátogatása, és ő ezt honnan veszi, de ha lachta bidrachav, járj az ő útján, járj az örökkévaló útján. Ő azt mondja, hogy az a törvény, amit mi a Mózes vezetői könyvében olvasunk, ennek a direkt vonzata az, hogy az embernek a betegeket meg kell látogatni, nem csak egy szép ide, nem csak egy szép ötlet, hanem ez bizony egy nagyon-nagyon gyakorlati törvénykezés. A Maimonides, Rav Moshe ben Maimon, aki már említett kódexet írta a 11. században, ami a mai napig is nagyon-nagyon sok filozófiai és alapvetően irodalmi értékkel rendelkezik számunkra. Ennek a tanulmányozása, az ehhez írott kommentároknak a tömkelege a mai napig inspirál, és ő volt talán az egyik legnagyobb figura a talmudi idők után, csak szuperlatív szóban lehet volna beszélni, annak ellenére, hogy a saját idejében, amikor ő élt, akkor még egy eléggé, hogy mondjam, sokan megkérdőjelezték az ő autoritását. De gyakorlatban az ő kódexe, a 14 részből álló kódexe, az később is mindenben egy halasztikus alapot képezett. A szfaradi rabbiknak a döntő többsége a mai napig szinte minden kérdésben őt követi, amiben nem, abban merülekesen nem, viszont például a jemeni zsidók azok szó szerint azt követik, amit ő írt kérdőjel nélkül, ugyanis ő volt az egyetlen ebben az időszakban, aki igen jó viszonyt ápolt a jemeni zsidók közösséggel levelezés útján. És ő azt mondja, ez egy hosszú rész, hogy mindezek a dolgok, például jó tétemények, az, hogy az ember szeresse, az ember meglátogassa a betegeket, ez mind a szeresd fele barátod, mint te magad, a híres mondatnak, ami Mózes harmadik könyvében az ízében, ez mind ebbe tartozik bele. Ez egy nagy-nagy micva, ez egy nagyon fontos
parancsolat, amiben nagyon-nagyon sok apróság beletartozik. Szeress fele barátod, mint te magad, akárcsak te is szeretnéd azt, hogy téged látogassanak meg, mikor beteg vagy, ugyanúgy neked is meg kell látogatnod a betegeket. Ez, ha látjátok a ki apró eltérést a két rabbi között, hogy nem mindegyikőjük ugyanazt a forrás jeleni meg Mózes könyvéből, és ez mind a talmudi vitán alapszik, ugyanis a talmud sem ugyanazokat a forrásokat jelöli meg mindegyik törvénykezésének. Hadd kérdezzek meg, egy pillanatra kilépek a slide-ból, szeretném megkérdezni titeket, hogy eddig érthető volt-e, és hogy eddig tudtátok-e követni, illetve van-e bármiféle kérdéseket? Ha nem, akkor megyünk tovább. És itt a következő szlájdon, bocsánat, itt rosszul is, nem Nachménidész, hanem Nachmanidész. Nachmanidész rögtön Rambam után élt, rögtön a Maimonides után élt, Genoában, Spanyolországban született, egy nagyon-nagyon híres hitvitát vezetett a zsidó oldalról Barcelonában, azt hiszem 1200. az 1250-es években, ha nem tévedek, és túlzottan jól szerepelt ebben a hitvitában, ahol egy hitehagyó zsidóval kellett megmérkőznie, és annak ellenére, hogy filozófiai szempontból biztos, hogy ő jött ki győztesen, de ez a győzelem számára inkább keserű volt, mert számüzetésbe kellett vonulnia, viszont hogyha már számüzetésbe kell mennie, akkor a Nachmanides Jeruzsálemet választotta, és Izraelbe ment. Hogyha elmentek ma Jeruzsálem óvárosában, nem olyan rég építettek fel újjá egy régi zsinagógát, a Hurva zsinagógát, amin évekkel ezelőtt csak egy boltív volt látható, amit leromboltak. Az eredeti zsinagóga, ez a Rambannak a zsinagóga. Igazából neki és az ő tanítványainak volt köszönhető az, hogy a zsidó óvárosban gyakorlatilag a 13. századtól egészen napjainkig folyamatosan volt zsidó jelenlét. Nézzük meg, hogy mit lát a micvában, és itt megint csak jönnek az apró nuanszok, az apró részek. Eddig a Talmudból az tűnt nekünk ki, hogy igazából a lényeg a betegek meglátogatásának az, hogy az ember együtt érezzen a beteggel, és imádkozzon érte. Ebből tanuljuk, hogy a beteglátogatás célja, hogy az ember a beteg higiéniai és orvosi szükségleteiről gondoskodja. Tehát nem csak arról, hogy imádkozzon, a Nachmanides az egy gyakorlati ember volt. Valamint, hogy az embert imára ösztönzi. Nohdacu, emellett még azért nem baj, hogyha imádkozik is, de az alapvető rész az, hogy a szükségletekre gondoskodni. Éppen ezért, ha valaki a betegekért nem imádkozik, nem teljesíti maradéktalanul a parancsolatot, a Nachmanides szerint ez a két aspektus mind a kettő elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki ezt a törvényt teljes egészében végrehajtsa. Tehát még egyszer, a beteglátogatás két elemmel, az egyik az, hogy az illető a betegről való gondoskodás jelenje meg, a másik pedig az a betegért való imádkozás. Még mindig a Rishonimnál vagyunk, a korai magyarázóknál, és itt jöttünk el Rabbi Jákob ben Asherhez, aki az Árba Túrim, a négy sort írta a 13. század végén, 14. század elején. Már említettem, hogy az édesapja Rabbi Asher, a Rosh, ahogyan a napjainkban hívok, akinek a talmudi kommentárjai főleg askenázi zsidók számára elengedhetetlen, és az ő értelmezése a halakháról elengedhetetlen az, hogy hogy lássuk, hogy mi is történt itt az elmúlt évszázadokban. Rabbi Jákob ben Asher Kölnben született, kolóniának hívták annak idején, és mivel a családjának az édesapjával együtt menekülnie kellett az üldözfesések előtt, és Spanyolországban, Toledóban
telepettek le. Ő, Rabbi Jákob ben Asher-nak a szerepe annyiban hihetetlen számunkra, hogy ő még egy új rendszert létrehozott. A Rambam, mikor, a Maimonides, mikor kodifikált az összes törvénykezést, az ő alapvető fókusza az egész Talmudot át akart törölni. Ő nem válogatott a törvénykezések között azt szerint, hogy mi az, ami számunkra napjainkban aktív, vagy alkalmazható, például a szentélyel kapcsolatos törvénykezések. Ez őt nem érdekelte, ő minden egyes témakört rögzített. Ezzel szemben Rabbi Jákob ben Asher azt mondta, hogy legyünk praktikusak. Ma nem minden témakör ugyanolyan alkalmazható, mint régen. Hogyha Pészakról beszélünk, akkor nekünk nem az első gondolatunk az, hogy hogyan fogjuk feláldozni a pészaki áldozatot, mert nincsen templom Jeruzsálemben, hanem az első kérdés, hogy hogyan fogjuk itthon, otthon és a diaszpórában megünnepelni széderestét, széderestét, illetve a Pészak ünnepét, anélkül, hogy feláldoznánk a bárányt. Az ő földhöz ragadt gondolkodása az, ami igazából mutatta az utat a modern halachisták irányába is. Nem véletlen, hogy mikor Rabbi Yosef Karo egy új könyvet akart létrehozni, ami még inkább gyakorlati oldalra mutatja be a zsidóságot, akkor ő nem a Rambamnak a kódexét választotta, hanem az Arbaturimot, hanem Rabbi Jákob ben Asher. És a Rabbi Yosef Karo, amikor ezt megírja, hogy miért ezt a struktúrát választott, ő azt mondta, hogy a legfontosabb érve az volt, hogy Rabbi Jákob ben Asher az ő könyvében nem csak egy állásponthoz le, hanem többet is, ami megengedi azt, hogy ez alapján további apró részletekre derüljön fény. Hogyha egy adott kérdéskörben több vélemény is van, Rabbi Jákob ben Asher ezeket szépen prezentálta, nem egy oldalúan. Ő azt írja az Arba Turimból a második részben a rituális dolgokkal foglalkozó a 330. paragrafusában. Nagy micva a betegek meglátogatása, mert ebből kifolyólag az ember a betegért fog imádkozni, és ezáltal az életét meghosszabbítani. Emellett még a szükséglete is gondoskodni fog. Nagyjából ugyanabban a vonalban mozog a Rabbi Jákob ben Asher, mint ahogy Nachmanides is mozgott, hogy ez a két aspektus jöjjön elő. És akkor most jövünk a következő szinthez, hogy hogyan törvénykeztek az acharonim, azok, akiknek a döntvényei a mai napig is alapot szóljanak mindenféle döntésben. Még egyszer a két képen látható személy Rabbi Yosef Karo, aki Törökországban született, és Sfaton hunyt el, mint a Rabbi Moshe Iszelész, aki Krakkóban született, és Krakkóban is hunyt el. Nézzük meg, hogy mit mond Rabbi Yosef Karo. Bocsánat, Spanyolországban született, Törökországon keresztül jutott el Sfatra. Ő azt mondja, kötelesség a betegeket meglátogatni, és itt már hozzátesz valami sokkal gyakorlatilag dolog. A rokonok és a barátok azonnal, mások pedig 3 nap elteltével. Látjuk, hogy itt már hangsúlyban egy másfajta megközelítés van. Itt már nem csak arról beszélünk, hogy ezek a dolgok szépek, hanem nézzük meg, hogy gyakorlatban hogyan működik, kit kell meglátogatnom, hogyan kell meglátogatnom. Rabbi Yosef Karo azt mondja, hogyha az embernek a rokonai vagy a barátai betegek, akkor azonnal. Másokat pedig 3 nap elteltével. Hogyan egészítik ezt a Rabbi Moshe Iszelész? Ő viszont már hozza a kommentárokat kövezve, például a Rambán, ha valaki nem imádkozik a betegért, akkor nem teljesítette a kötelezettségét. Tehát még egyszer, ez a kritérium. Rabbi Moshe Iszelész nem elég csak meglátogatni, hanem bizony imádkozni is kell. Hozzáteszem, hogy a második forrásban itt zárójelben a Bét Yosef, a Rambam nevében, Bét Yosef az ugyanaz, mint a Rabbi Yosef Karo. Tehát amikor Rabbi Yosef Karo a Sulchánadokat megírta, ő fogta az Jákob Ashernek, akit az előző szlájdon láttunk, az előző szlájdon láttuk az ő törvénykezését, az Árbá Turimból, megfogta ezt a rendszert, írt erre egy kommentárt, és a kommentárt zanzásította, és ez a Sulchán Aruch. Sokan nem tudják, hogy a Sulchán Aruch, amit ma
alapkönyvként használunk, mégis az egy zanzásított verziója egy kommentárnak, amiből mondjuk úgy, hogy csak aláhúzta a lényeget, és ezt tette bele egy új könyvbe. Miért? Hogyha valaki elolvasná a bevezetőt a Shulchan Aruchhoz, azt írja, hogy azért, hogy mindenki az egész könyven egy hónap alatt át tudja menni, és újra tudja tanulni a dolgokat. Tehát látjuk, hogy a dolgok egy kicsit megszaladtak ahhoz képest, ahhoz volt. Viszont Rabbi Moshe Iszraelis úgy gondolta, hogy ezeket sem szabad kihagyni ezekből a könyvekből, és annak ellenére, hogy nem az ő véleményéről van szó, hanem ugyanannal a rabbiról, aki nő kommentál, mégis azt gondolta, hogy Rabbi, ezt te kihagytad, mégis szerintem ez fontos, hogy itt jelen legyen. Menjünk tovább, mert nem ők voltak az egyenek. A Shulchan Aruchnak természetesen megint csak számtalan kommentárja van, ezek közül az egyik volt Rav Avraham Gombiner, akinek a kommentárját úgy mondjuk, hogy Magen Avraham, és ő pedig még egy apró részletet hozzáköz. Aki imádkozik a betegért, nem kell feltétlenül a beteg nevét megemlítenie, ha az illető a jelenlétében van. De ha valaki nem a beteg jelenlétében imádkozik, meg kell említeni a nevét. Még egy apró részlet, hogy pontosan hogyan kell imádkozni, mit kell megemlíteni, ez egy gyakorlati rész. A modern alkalmazások. Mit gondoltok, hogy mi lehet a modern alkalmazások? Megjelenik a telefon. Lehet-e telefonon beteget látogatni? Ezek voltak a kérdések, ami az utóbbi időkben jöttek. És Moshe Feinstein, akivel említettem, aki 1895-ben egy fehér oroszországi kis faluban született, viszont később, mint az egyik legnagyobb halachikus autoritás, mondta New Yorkban, ő neki tették fel ezt a kérdést, hogy lehet-e telefonon ezt a micvát végrehajtani. És ha megnézitek, a héber nyelvű szövegnek az első sorának az utolsó szava, ami alá van, betelefon, így írja ő azt a szót, hogy telefon, nem a mai modern héber, hanem a klasszikus, rabbinikus héber szabályok szerint írja, hogy az E betűnek a megfelelő az az ájn hang, az ónak vagy az ának az az alef, és ő azt írja, hogy a Bikur Cholim micvája a betegek meglátogatásának a telefon való teljesítése illetően, annak ellenére, hogy nem minden olyan részletet teljesített az illető, ahogy a halachikus irodalomban olvastuk, tehát még egyszer gondoskodni a szükségletekről, látni az illetőt, imádkozni érte, ennek ellenére mégis valamelyest végrehajtotta, egy részben végrehajtotta, mert az említett elemek bármelyike önmagában is egy micva. Tehát akkor is, hogyha az ember nem tudja teljes egészében ezt végrehajtani, mégis a részletekben is valamit végrehajt. Szerint véleményem szerint, mondja rá most a másnál, annak ellenére, hogy egy rész micvát végrehajtott, de nem teljesen egészen teljesített a törzs, mivel olyan részletek hiányoznak, amik fontosak, elengedhetetlenek. Ezért, ha lehetetlen számára személyes látogatást tenni, legalább részlegesen teljesítheti a kötelességét a telefonhívással. Mi történik akkor, mikor valaki nem ért egyet ezzel? Itt szeretném elnézéseket kérni, túl hosszúnak bizonyít az angol nyelvi szöveg, amit nem volt igazából időm lefordítani, Rav Oshel Weissnak a csúvájáról van szó, és ő itt a három pontot hív föl, hogy a három faktor, aminek jelen kellene, hogy legyen a betegek meglátogatásánál, az egyik, hogy az illetőért imádkozzon valaki, lássa, hogy valamilyen szükségletei vannak, illetve a harmadik, hogy az illetőt bátorítsa, hogy túl tud lépni a problémáin. És itt ő a második paragrafusban azt mondja, hogy ő szerinte telefonon keresztül semmiféle micva nem történt meg. Telefonon keresztül maximum általában a jó tétemének a micvája történt meg, de az a kötelezettség, hogy egy beteget meglátogatni, ez még részben sem teljesült. Nem mondja azt rá, hogy Isten ments, hogy az ember ne hívjon fel valakit, de hogyha az a cél, hogy a beteglátogatás micváját kiváltsa, arra bizony a telefonhívás nem elég. Hiszen mi a 21. században élünk, és a 21. században már nem csak sima telefon van, hanem videótelefon, és itt van még egy modernkori csuba,
Rav Jósef Szeszertől, egy nagyon fiatal, Dayan, egy fiatal rabinikus autoritás Izraelből, aki arról beszél, hogy mi a helyzet a Skype hívással. Ő azt mondja, hogy a Skype-on az ember látja is az illetőt, vagy még egyszer bármiféle videótelefon hívással. Ő azáltal látja az illetőt, és az inspiráció része is jelen van, az illetőért könnyebben tud imádkozni, és azért ő inkább természetesen Rav Moshe Feinsteinnek a véleményére hajt, hogy ezzel valaki legalább részlegesen teljesítette a micvát. Ráadásul az utolsó paragrafusban, itt az utolsó bekezdésben idézi Rav Huttnert, aki szintén a 20. századnak egy kiemelkedő alakja volt, aki azt mondja, hogy nem véletlen, hogy a héber szó, a bikur, az nem csak azt jelenti, hogy látogatni, hanem azt jelenti, hogy valamiről gondoskodni. A bikur holimnak a micvája nem csak az, hogy az ember meglátogatja a beteget, hanem hogy biztosra veszi azt, vagy biztosítja azt, hogy az illetőnek a szükségleteiről gondoskodtak. Amennyiben ez így van, akkor egy telefonhívás is jó erre. Miért? Mert tudni fogja, meg tudja kérdezni, van-e mit enned, van-e hol lehajtani a fejedet, van-e valami, amit még számodra hozhatok, és a többi, és a többi. Úgyhogy Rav Huttner szerint is, hogyha valaki telefonál, az a bizony, amikor holinek a micvonját teljesíti. Itt az utolsó két szlájdon még találtok egy-két összefoglalót arról, hogy pontosan hogyan épül fel a vallási irodalom, milyen részekből, ez nagyon-nagyon sok időt venne az, hogy ebbe belemenjünk, illetve az utolsó szlájdon Héber nevű, aki ezt fel fogom tenni természetesen az internetre, ezt letölthetitek, itt Héber nyelven vannak azok a nevek, azok a helyszínek, amik igazából befolyásolták azt, hogy a Sinai hegytől, amit a kép tetején látjátok, hogyan jut el az ember a törvénykezésnek, a halakának a tengeréhez, és milyen rabbik, milyen lépcsők befolyásolták ezt. Tehát még egyszer nagyon gyorsan összefoglalva, és hogyha megengeditek, akkor visszugrok még egyszer a második szlájdra, ami megmutatja azt, hogy hogyan fejlődik a halakra. Az első körben fontos számunkra, hogy mik a bibliai források, utána az, hogy mi a talmudi analízis, hogyan érti a talmud ezeket a forrásokat, milyen következtetéseket von le, ezt hogyan tisztázzák és magyarázzák a korai magyarázók, hogyan vonják le a végleges következtetés és a kodifikálást a késői magyarázók, és az ő szemszögből hogyan képesek ezt a mai rabbiaink értelmezni, és ők újabb szituációban újabb helyzeteket értékelni, és azoknak megfelelő döntéseket hozni. Én nagyon-nagyon megköszönöm nektek a figyelmeteket, és most nagyon örülnék neki, hogyha egyszerűen csak feloldanátok a mikrofont, bárkinek bármiféle kommentje, bármiféle megjegyzés, kérdése van, nagyon nagy szeretettel várom, hogy beszéljetek. Senki többet harmadszor, vagy... Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ön általában Moshe Feinsteinről van valamilyen magyar nyelvű anyag, vagy bármi? Sajnos nem, nincs olyan, amiről tudnék, és az angol nyelvű anyagok is eléggé egyoldalúak ezek. Ezt azért mondom személyesen, mert csak ugye az érdekesség kedvéért. Számomra a Moshe Feinsteinnak a személye nagyon-nagyon fontos, ugyanis az első rabbim az ő fiától kapott rabbi diplomát. Jelen pillanatban a rabbi, akitől én kérdezni szoktam, ő a Moshe Feinstein unokája, aki, vagy pontosabban az unokájának a férje, akivel, mikor összeházasodott a feleségével, hónapokon keresztül a Moshe Feinsteinnal együtt tanult Catskillsben, ez a Upstate New Yorkban volt, ahol Moshe Feinstein ráhagyományozta az összes
levelét, illetve összesen olyan válaszát, amit neki feltettek, és ő ebből még összesen 9 kötetnyi válaszlevelet adott ki a Ramon Sefenstein írásában. Ez az alapkönyv és számára, tehát az én rabbim gyakorlatilag Ramon Sefenstein unokája, aki természetesen őt követi. És ő, az unoka sincs túlzottan jó vélemények azokról a könyvekről, amiket megjelentek angolul a nevében, mert azok nem hogy túl misztifikálják az ő személyt, hanem inkább elérhetetlenné teszi, pedig egy igazán elérhető. Az ő nagysága abban rejlett, hogy elérhető volt az emberek számára, és folyamatosan tanult mindenkitől mindent. Csak egy példa, amikor az ő vejével beszélgettem, Ramon Sefenstein vejével beszélgettem, hogy ugye sok Haredi rabbi nem jár egyetemre, akkor azt mondja, hogy lehetséges, hogy az én apósom nem járt egyetemre, de egyetemi oktatása volt. Hogyan szerette az egyetemi oktatását? 5 éven keresztül minden nap órákat tanult egy orvossal, csak azért, hogy megértse az összes olyan problematikát, ami olyan kérdésekre vonatkozik, hogy milyen különböző új orvostudományi problémákra milyen válaszokat kell adni. Csak azért tanult kifejezetten egy orvos, hogy megértse, hogy ezekre hogyan lehet megfelelően válaszolni a halakha nevében. És volt neki olyan oktatása, lehet, hogy nem az egyetemen szerezte, de ez az akadémiai oktatás számára nagyon fontos volt. Ez nekem nagyon, nagyon inspiráló volt, mikor ezeket hallottam. Sajnos nincsen olyan könyv, ami az ő személyéről érdemben jól magyar nyelven beszélne. Angolul pedig azok is még egyszer jó könyvek, csak éppen kicsit nem abban a fényben helyezik a Ramon Sefensteint, amilyen ő valójában volt. Köszönöm a választ. Nagyon szívesen. Bárki másnak van valami kérdése? Ha nem, mi látható? Bocsánat, nézem. Bocsánat, nem láttam a... miért látható egy hullámrendszer, hogy látható, mi pluszokat kell tenni utána, meg az látható, hogyha részben teljesíted, az is jó, mint a telefonos például. Azt mondtam, hogy lineáris következtetés van, illetve mi van akkor, ha a beteg nem szeretné, hogy lássák, mert természetesen... Az utolsó kérdés, hogyha a beteg nem szeretné, hogy lássák, akkor egyértelmű, hogy ez a beteg célját szolgálja, hogy az illetőt ne lássák. Mit értesz az alatt, Bence, hogy hullámrendszer van? Lehetek szemtelen, és feloldaltad a mikrofonodat? Bence, hallunk téged? Nincs mikrofonod. Sajnálom, nem igazán értem a kérdésnek az első részét. De még egyszer, hogyha valaki nem érezné magát jól a látogatástól, akkor az egyértelmű, hogy ez ilyen esetben nem helyén való dolog, hogy az illetőt meglátogassa. Igen, most igen, hallunk. Nem kell a nevét, ha mellette van, ha meg nincs mellette, akkor kell említeni a nevét, illetve a szóval, még egyszer, itt igazából arról van szó, hogy kik hogyan látták a lényeget ebben a micvában. És egészen a Rishonim ideig volt egy olyan, mondjuk, hogy így mozgástere a rabbiknak, hogy máshogy lássák a hangsúlyokat, illetve úgy lássák, hogy mi a fontos. Amikor már a legmodernabb kérdésekhez jövünk, ők már kénytelenek arra építeni, hogy a korai kommentárok mit döntöttek ezekben a dolgokban.
Tehát ez én nem, inkább úgy értelmezném, egyébként ez a, általában a rabbiknál ez egy nagyon-nagyon fontos elvnek kell lenne, hogy mi úgy érezzük magunkat, mint törpék, akik óriások vállán állnak. Lehet, hogy mi egy picit magasabban vagyunk, mert más a látókörünk, illetve újabb dolgok jönnek be a kérdésbe, illetve néhány dologban tisztában láthatunk, főleg olyan dolgok, olyan kérdésekben, amik a modern tudománnyal kapcsolatosan. Ezzel együtt mi mások vállán állunk, és rájuk építünk. Tehát mikor Moshe Feinstein saját döntéseit hozza, ő nem kénytelen ráépíteni azokra, akik előtte voltak. És éppen ezért nem hullámrendszer, az egész a Rishonim, ott van még egy kis adok-kapok, de az sem hullámrendszer, hanem mindenki a saját maga véleményét, illetve a saját maga hangsúlyát hozza. Később viszont ezeket már mind bele kell építeni a rendszerbe. Amikor a Osher Weiss-nak a csubáját olvassuk a legvégén, az ő magyarázat, hogy azt mondja, hogy itt bizony mind a háromnak szerves része kell, hogy legyen a döntésnél. És nem azt mondja, hogy ez fontosabb, vagy nem. Mind a három ott van. Remélem, hogy érthető volt, amit mondtam. Rav Hutner szerint mindenképpen. Tehát, hogy nem is tárkos, nem beszél vele semmit, csak intéz a legnagyobb speciális. Igen, egészen addig, míg benne van mondjuk az a faktor, hogy tudja, hogy mi van az illetővel. Tehát valaki, aki a háttérből irányít, még egyszer nézd meg azt, hogy mi az a három kritérium, amiről Rav Asher Weiss beszél. Az első kritérium az, hogy te magad kialakítsd azt az empátiát, amiért imádkoznál érte. A második az, hogy tuti legyen az illetőnek ellátása. Ellásd az illetőt. Ilyen szempontból rendben van. A harmadik pedig az, hogy az illető, a beteget inspiráld, illetve a betegnek mutasd meg, hogy vele vagy, az ő irányába érzett empátiát fejezd ki. Amennyiben csak a háttérből dolgozol, lehet, hogy az első kettőt meg tudod csinálni, de a harmadikat nem. És még egyszer, tehát részben biztos, hogy megcsináltad, amit vett, de teljes egészében nem. Jó van, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma este, és jövő héten, nem, bocsánat, nem, két hét múlva folytatjuk a következő előadásnak a fő témája a kóserság lesz. Egy ilyen crash course jelleggel megpróbálunk minden információt egy órába belesűríteni a kósersággal kapcsolatban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és további szép estét kívánok nektek. Köszönjük.